Bármennyire is szeretnénk elkerülni, lassan, de biztosan beköszönt a tél, sőt már előtte az ősz is érezteti a hatását. Ma reggel 8:30-9 körül mindössze 1-2 fokot mutatott a hőmérő. Hűvösek tehát a reggelek és az éjszakák is, sőt még a nappalok is, és a hőmérséklet sem szökik az egekbe, ekkor sem. Az elmúlt napokban bőven érezni lehetett ezt, fújt a szél, és még az eső is esett, amikor pedig kisütött a nap, akkor sem volt túlságosan meleg. Tehát hűvös van, az emberek így rákényszerülnek arra, hogy begyújtsanak, ha nem szeretnének fagyoskodni. Most annak jártunk utána, hogy mennyiért, milyen fajta és mekkora mennyiségben kapható jelenleg tüzelő így ősszel a peremvárosi és a városi fatelepeken. A tűzifa vásárlását nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni, ez eddig aranyszabály volt. Legoptimálisabb, ha már a tavasz kezdetén beszerezzük a fát, hiszen így elegendő ideje lesz száradni, és az ár is jóval kedvezőbb, így vélekednek a legtöbben. A korábbi években minél későbbre halasztottuk a tüzelőnk beszerzését, annál drágábban juthattunk hozzá, már ha hozzájutottunk. Több hetes várólistára is kerülhettünk, és mire megérkezett a fa vagy a szén, megugrott az ár. Idén változás történt, mondják a fatelep tulajdonosok. Évekkel visszanézve, általában az augusztus-szeptemberre sokan vásárolnak, most az kimaradt. Tehát erre vagy arra gondolunk, hogy sokan átálltak a gázra, illetve áramra, mivel tavaly egész 12.000 dinárt is elérte a fa, és ez egy logikus döntés lenne egy olyan pillanatban, hogy próbáljunk ki mást, ugye? De viszont 2 hete körülbelül elkezdték vásárolni nagy mennyiségben, úgyhogy úgy néz ki az egész, hogy halaszgatták az emberek valami miatt, talán reménykedtek, hogy olcsóbb lesz, mivel tavasz óta az ár nem változott. A fa minősége jobb, mint volt, mondják az eladók. Az egyik csantavéri fatelep tulajdonos tapasztalatai szerint az emberek többsége fát vásárol. Jó hír, hogy az árak csökkentek az elmúlt évhez képest, 2021-hez viszonyítva pedig 1000 dinárral kell többet fizetnünk a tüzelőért. Jönnek még az emberek, hogy sokan még nem vették meg különben. És az ár az a tavalyhoz képest változott-e valamit? Változott, lefelé ment. Komolyan, volt bálfa 24.800, most az 20.000 dinár, a szenek tavaly 17-en fölfelé voltak, most meg 16.003, meg 16.007 a bosznész tanári. Egy szabadkai fatelepen a bükkfa köbméterek 9000 dinár, a tölgyfa 8700, az akác pedig 8500 dináros áron vásárolható meg. A szén esetében a Stanari bányából érkező tonnája 17500 dinár, a Bánovicsi bányából érkező kőszén pedig 23000 dinár. Egy szó mint száz, még nincsenek elkésve, ha nem vásárolták meg a tüzelőanyagot. Mennyiségben elegendő fa és szén van, illetve árban is kedvező.